Én ezt nem tudom elhinni. Hát ez egy... Ez fölfoghatatlan, hallod? Én megmondom, hol lakok pontosan. Itt lakok. Itt. Hallod, ez nagyon durva! Jó reggel, Vietnám! Szavaztok, gyerekek, üdv a csatornán! Kiper jelentkezik következő videó, amiben kipróbálunk egy ilyen Global Farmer nevű játékot, ami, hát nem tudom, hogy milyen lesz, de remélem, bízom benne, hogy valami jó. Minden farmer játéknak nagyon örülünk, amiben nem olyan farmer tudod, amit fölveszel, nem a Blue Jeans, hanem a másik fajta, amiben kapálni, meg traktort hajtani, meg szántani, vetni és gazdálkodni. Ezeknek nagyon örülünk, és figyeljetek, az az igazság, hogy én bizakodó vagyok, mivel amikor szedtem le, akkor így meglepődtem, mondom, ja, tökömet húzok le, a GTA 6-ot, vagy mi a fene akar ez lenni, mivel olyan 50 giga volt a játék maga, mondom, akkor itt valami jó dolognak kell elsülnie, mert azért 50 gigába biztos egy-két dolog azért bele tud kerülni, ugye? És közben rá kellett jönnöm, hogy ez azért 50 giga, mert körülbelül meg van csinálva az egész bolygó, és bárhol tudsz farmolni. Farmolni? Lehet ezt mondani? Farmolni. Bárhol tudsz farmot indítani, farmot vezetni, akár gondolom több helyen is. És ez felvetett bennem azért egy-két dolgot, hogy a, nem tudom, kalahári sivatagba szeretnék rizst termeszteni, lehet, hogy nem lesz egy hatalmas nagy biznisz, meg egy kicsit lesznek problémák vele, vagy pedig nem tudom, az Antarktiszon akarok elpret ütetni. Vágjunk bele a lecsóba. Elvileg Magyarországon is egy csomó város meg van csinálva. Hát mi? Tényleg, én nagyon bízok benne, hogy ez egy jó játék lesz. Nyomunk egy jó gémet, azt meglássuk. Hoppá! Onnan nézzé! Fú, azt a bőtjár, itt tényleg azt a komoly dolgok vannak. Várjál, Antarktiszra rámegyünk könyvbű. Nem lehet Antarktiszon létrehozni semmit. Várjál, sivatag. Niger, onnan nézz, ott van Afrika, aha. Ott tovább, ott van, igen. És akkor ott van, hogy Koló városába. Ne már! Ez nagyon jó! Várjál, Algéria, ó, várjál. Aha, és akkor így ki tudod választani, hogy hol, melyik városba akarsz létrehozni. De várjál, én itt benne a sivatag közepén akarok, hallod? Nincsen olyan? Nehogy már ne legyen olyan, hogy a sivatag közepén, várjál. Algéria, Niger. Nem olyan Niger. Nem költ egy bűzére. Most mi történik, baze? Várjál. Algéria, aha. El Ataf, mondjuk nem biztos, hogy tudom, hogy hol van ez. Azt a betyár, az fönn van ott, és az itt ilyen sivatagos lesz valóban, gondolom, hát valószínűleg, ugye? Ez nagyon érdekes egyébként. De igen, várja, itt Grönlandon, nem lehet. Grönlandon is lehet! Ne, Grönlandon is lehet! Hát a Grönlandnak ugye híresen Grönlandon van a, gyakorlatilag a nagy része ugye a az északi hósapkának, vagyis a jégnek, ugye ez egy hatalmas nagy ilyen medence, és azon van a jég, egy kis evakuációs volt. Izlandon is lehet, tehát ez nagyon nagy a gyerekek, hallod? Hát ez nagyon nagy a Kanadába is. Cold Lake, hallod? Tök jó. Figyelj, azért nem tudom, egy Miami-ban mondjuk lehet, hogy egy kókuszdiót termesztenék. Mit lehet itten? Rainbow City, azt a bőtjár. Nagyon jó Alabamában, meg mindenhol. Sízébe. Itt meg lehetne termeszteni a kokót, nem? Vagy a heroint, vagy valami csodát. Hoppá, Szaúd-Arábiában, ott nem jó, mert itt Allah Akbar megtámadnak. Mondjuk ezért a mondatomért lehet, hogy már tilt is a YouTube. Nagyon érdekes egyébként. Oroszország azért az is egy érdekes lenne, nem? Nagyon-nagyon tetszik. Jó, ez már most látom. Fönt a Himalája tetején, vagy valami csodát. Jó van, oké, tudom, Magyarország. Magyar nagy halász, mezőberény. Nyírmártonfalva, Röszke, de nagyon adja, Röszke. És ott van ugye, igazából ország határok nagyon nincsenek, de egyébként ugye látod, hogy Csongrád megyében van, Röszke, ott van az irányító száma, megőrülsz, hallod? Azért itt azért utána körülött járni egy-két dolognak, úgy érzem, nem belegondoltok, hogy minden egyes településnek azért valamilyen szinten gondolom autentikusnak kell lennie. Várjál, itten Belorúszia. Itt most a Hungariba még nézzük egy-két nagy halász, mezőberény, kék, bőcs, avasár, szőr, Sárszent Mihály, Pázmán, Pánd, nagy baracska, móra halom, nem tudom egyébként mi legyen, kistelek. Legyen kistelek? Nagyon érdekel egyébként, hogyha valaki járt kisteleken, vagy ilyesmi, akkor belevágunk ebbe.
Nagyon jó. Egyébként rohadt jó. És azt látom, hogy izéket is meg lehet adni, figyelj, koordinátákat. Tehát, hogy a koordinátákat átírod, és megkeresed a saját településednek a koordinátáit, ugye, Google Maps-on vagy ahol szeretnéd, akkor ide be tudod ütni, és akkor konkrétan oda fog pinelni neked, ami nagyon érdekes. Már csak azért várjál, hogy kell, így most aztán kattintottam, hogy csinálj valamit. Ja, ez egy nagyon érdekes dolog. Mondjuk én... Aha, és így is lehetne konfirmolni, hogy konkrétan nem választasz ki semmit, hanem a koordináták szerint adod meg, és én... Figyeld! Hát nem tudom, gyerekek, most nagyon érdekelne, hogy hol. Ez mondjuk egy te izé, itt. De válasszunk ki egy települést, ugye? Válasszunk ki, nem tudom, Sződliget? Vagy mit válasszunk ki? Most már annyira, tényleg izgatod vagyok. Pázmán, valami nagyobbat. Mórahalom. Az a baj, hogy semmi olyan nincs, amelyik nekem. Én még a Letenye azt mondom, Kistelek, Mórahalom. Jaj, gyerekek, nem akarok sokáig tökölni vele, de ilyenkor nagyon-nagyon bele tudok. Mezőberény, mondjuk egy mezőberény, gyerekek. Aztán, hogyha mezőberényen valaki lakik, vagy által, akkor mondja meg, hogy nagyjából jó-e. Vágjuk bele a lecsóba! Egyébként, hogyha bármilyen játékot szeretnétek látni a csatornára, amit kipróbál a Keeper, én benne vagyok minden jóba és rosszba is. Ugye? Igen, itt vannak a koordináták, Kelet-Európa, hőmérséklet, hogy mennyi, mitől meddig szokott általában lenni, gondolom ez ilyen, ja, hát ennél hidegebb is szokott lenni. Napos órák száma, százalékban mennyi eső, vagy mennyi esély van az esőre, mennyire esik, ha esik, gondolom heavy. Itt a talajtípusok és a különböző nitrogén, foszfor, kálium és pH értéke ugye a Földnek. Nehézségi szintekben úgy látom, hogy igazából sok mindenben nem kell itt bele vágnunk. Hát legyen egy free play, aztán valószínűleg, hogy nem tudom, remélem, hogy lesz valami iszony, valami tutorial vagy valami. Gyerekek, ha figyeljetek, arra jött rá a Keeper, hogy mégse mezőfalvára akarná, mert ki akarja próbálni, hogy milyen opció az, hogyha én megadok neki koordinátát. Megkerestem Nemes Rádó koordinátáját, ugye ahol én lakom, és ezt megpróbálom ugye beütni, és kíváncsi vagyok, mert igazából innen tudok viszonyítani, hogy ez mennyire lesz hiteles abból a szempontból, hogy a játék mennyire tudja legenerálni azt a részt, gyakorlatilag, ahol én lakom. Ugye én, ahol lakom, az egy dombság, zalai dombság, és gyakorlatilag tudom, hogy milyen kultúrrevények vannak, milyen a terület, hogy néz ki, úgyhogy ez roppant kíváncsi vagyok erre. Úgyhogy, be is rakta Nemes Rádó, gyerekek, ott van, figyeljetek a Dunántúlon, igen. Jó, és akkor csapjuk neki, kíváncsi vagyok, mert ugye így nem választottunk ki egy darab, egy darab város se. És akkor így hogy fogja megoldani? Mert ugye itt gyakorlatilag ez Nemes Rádó központját adtam én meg. Hát ez érdekel. Nyomjuk egy konfirmot, aztán csapjuk neki. Mezőfalva volt először, ugye, tervbe, de úgy gondoltam, hogy egy kicsit akkor bolondítsuk meg ezt az egészet azzal, hogy adjunk neki koordinátát, mert szerintem mindenki kiválasztja így ezeket a különböző előre legenerált falukat vagy városokat, ugye ahol lehet működni, amiket valószínűleg úgy is csinál meg a játék, hogy lehet, hogy valamilyen szinten, nem tudom, Google Maps vagy valaminek segítségével megalkottak, még hogyha nem is annyira részletesen és nem annyira precízen, de azért annyira igen, hogy valamennyire hasonlítson az említett területre. Viszont mit fog kezdeni egy olyannal, amelyikor én konkrétan egy koordinátát adok meg neki. És nagyon kíváncsi vagyok, mert fogok megadni, mert nem is ebben a részben, a sivatag, a Szahara közepén, egy koordinátát. Nem hiszed el! Nem hiszed el! Én ezt nem hiszem el! Én ezt nem tudom fölfogni, gyerekek! És ez tök hiteles! Gyerekek, ez úgy van, ahogy a valóságban!
Én ezt nem tudom elhinni. Hát ez egy... Ez fölfoghatatlan, hallod? Én megmondom, hol lakok pontosan. Itt lakok. Itt. Hallod, ez nagyon durva. Itt megy lenn az út. Itt megy lenn az út. Itt van egy ház. Itt van a izé. Itt van a... Itt van a kónyaház. Arra van misefa. Úristen, én erre nem számítottam. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen gagyi generált szart fog csinálni, amíg nem valósághű. Itt a temetőegyenes, gyerekek, itt a temetőegyenes. Hát itt szoktam izéli. Itt szoktam sétálni, itt a temetőegyenes. Itt szokott az lenni, hogy itt sétálok lefelé, tudjátok. Ez a temetőegyenes. Itt van egy kápolna. Ez egy kápolna. Itt van a templom egyébként, itt van a templom. Várjál. Itt van a faluház, ott a bolt, ott a kisbolt. Jézus Mária! Itt meg van a izé, itt a TS telep. Itt van a TS telep. Emlékeztek, aki látta, vagy szoktott nézni olyat, hogy mászkálok én itt a mi a franc ez? Temetőegyenesben, akkor oda elnézek, és ott a TS telep fönt. Itt meg vannak a hegyek. Itt vannak a szőlőhegyek. Én ezt nem bírom elviselni. Hát ezt nem hiszem el, hallod. Ezt komolyan nem hiszem el. Hogy ilyen van? Hát itt szaszával itt találkoztam, izékor. Múlt hétvégén, itt jött át Zalai Gricéből, itt van Zalai Grica, itt valahol. Itt van, csak ugye az már nincsen megcsinálva, nem hiszed el. Ez nagyon brutál. Gyerekek, ez nagyon kemény. Én ezt nem tudom elhinni. Hát ezt a részt nevezzük Berekalnak. Hát menjetek a gyerekek. Hát valahova rakjuk le egy izét, egy farmat. Mondjuk, ha legyen ez a... Ide nem tudok? Hova tudok lerakni? Ha ide, csak a belterületére? Ha nem esel rád a belterületére, tudok lerakni. Aha, jaj, de jó. Hát ez hihetetlen, more. Itt szoktam kutyát sétáltatni, arra van kint a hegy. Itt van, itt ez ugyanaz. Itt szoktam fölmenni, itt el szoktam menni. Itt van egy Y-elágazás, itt van az erdősáv, és itt le lehet menni, és akkor ugyanígy visszaérsz erre az utcára, hogy így meg tudod kerülni. Meg itt elmész, és itt van valahol a pincénk. Itt is szőlőhegyek vannak egyébként, hát ez meg nem hiszem el, hallod. Ez beteg, hát ezt meg kell mutatnom a rádói embereknek. Hát ezzel megőrül a kacsém. Jó, gyerekek, hát ez nagyon-nagyon sokként ért, én azt hittem, hogy ez egy gagyi játék. Jóó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 
telepedjek le. Nagyjából ott a, vagy a központban, vagy hol? Figyelj, várjál, temető egyenes, környékén lesz itt, jó? Oké, itt lesz a farmom. Állj! Köhögök, tudom, bocsánatot kérek érte, a keeper meg van fázva, de nagyon be van pörögve. Figyelj! Ezt azt írja, hogy helyezem el a farmomat, ott lesz a farmom, és ott tudom parkolni, ott tudom az épületeimet lerakni, és ott tudom parkolni a járműveimet, ugye? Azt írja. Közel rakjam az úthoz, szabad területre. És ugye camera control írja a másik közébe. Figyelj, lerakom oda, ahol lakok konkrétan, az nagyon vicces lesz. Hát ez beszarsz neki. Na, jó, találtunk egy nagyon jó spotot a mi farmunkra. Oké, got it. Vegyünk területet, azt mondja. Vegyünk területet a mapon. Ez micsoda? Ja, itt van, hogy január van. Aha! Vegyünk egy vagy választok ki egy területet, és nézzük meg, a csekeljük a, az értékét. Oké. Okay. Jó. Egy hektár, recommended. Egy hektáros terület. De hú, van terület, baze. Várjál. Ez? Az egész? Most jö, ez mi? Ja, hát ez érdekes, mert ez hány hektár? Hol írja? Várjál. Oké. Okay. Aha. Itt írja, hogy nem tudom, aszparaguszt lehetne... Narancsot akar termeszteni Nemesváron. Jól van, tesó. Erre még sem gondoltam, de figyelj, szólok a Pulykás Lacinak, hogy azután szerintem narancsot kell neki termelnie. Az nagyon jó. De hol van a területnek a izéje? Hogy mérete vagy valami? Itt van nitrát tartalom. Mennyi izé, mennyire homokos, mennyire nem homokos. Há, 834
hektár, ez egy kicsit lehet, hogy egy hír örös lesz. De azt mondta, hogy ez csak így van, hallod? Ez így megvan. Ja, az meg egy 200 hektáros, nincsen valami más. Várj, nem tudok ennél jobban kizugolni, az a baj. Itt egy 276 hektáros terület. De, várjál. Ez 28 hektárek, ezért egy hektáros területet válasszak. Figyelj, itt ez meg erdő, az 55 hektár. Ez meg. Ez 50 hektár. Az igen. Itt van egy 230 hektáros erdő. Az lehet, hogy megint nem a legnagyobb üzlet lenne. De bazza, ilyen nagy területek vannak itt csak... Ah, itt van egy kicsi terület. Ez 4 hektáros. Jó, akkor az lesz. Érdekes ezek a területek. Viszont a területeket ugye editálni kellett volna lehet. Ugye hát azokat nyilván nem tudja, hogy hogy vannak. Mert ugye nagyon sok ilyen... hogy nevezik, milyen parcellának nevezik. Hát ez egy böszmen egy terület. Úgyhogy mi megveszük ezt, jó? Nincsen valami másik kicsi? Nem, várjál. És az a durva, hogy ez tényleg egy réd. Itt tényleg egy nagy hatalmas réd van, itt szoktak legeltetni, itt megyünk mindig dolgozni. Itt megy tovább az út, csak most itt nem látszik, nem tudom, itt gondolom alatta van, vagy nem tudom. Egy kicsit, kicsit bágosak a dolgok, meg minden, de hát azért nézzük el neki. Azért nem a nemes rádon fog mindenki termeszteni növényeket, aztán gondolták, hát lehet, hogy nem ezt kellene kidolgozni jobban, valószínűleg, hogy a, nem tudom, Pest környéke, bár lehet, hogy nem Pesten, a hősök terén akarsz kukoricát ültetni, lehet, hogy az jobban ki van dolgozva, de ez egy pik jó eddig. 56 ezerért megvesszük, igen, megveszem a fieldet. Aha, és akkor most mit kellene csinálni, manager worker? Aha, vegyünk fel 2 darab munkást, fönt, bal oldalt. Várjuk be a workereknek a számát, konfirmáljuk. Oké? Okay. Jó, oké. Okay. Valahol itt vannak workerek, gondolom ezek emberkék. Jó. Az ikonok meg ilyenek azok eléggé egyértelműek. Egy worker, 2 worker, 200 euró havonta. 200 euró havonta az mennyibe kerül, bazze? Azt mondja, hogy 100 euró az mennyi? az 40... Mennyibe kerül? Mennyi? 400? Így ez. 40 ezerére, 40 ezerére, 80 ezerére dolgoznak. Hát ezek közmunkások, öcsém. 2 közmunkást felveszünk, jó? Mondjuk healing cost az 5000-be kerül. Hát megy a felébe. Jó, oké. Okay. Akkor van nekünk 2 darab melósunk, azt mondja. És... Aha, jó, várjál, hadd olvassa a képerel. Aggonsága nem a legprofibb, de azért... ilyen egy-két dolgot, ezt tudjuk. Azt írja, hogy ugye itt van planting, hogy addig tudod ezt plantelni, tehát el tudod elültetni. Jó, ja, hát ez akkor egy most ilyen, nem tudom, szántott, vagy minek nevezik. Select your field, press plant, select valamilyen növényt. Oké. Okay. Top left. Nagyon beteg vagyok, bocsánat érte, de nem bírtam ki, hogy ne próbáljam ki ezt a játékot. Confirm planting. Hú, de csőm, itt vannak komoly dolgok, de várjál. Select your field, press plant. És hogy az agyában a gába? Hol tudok? Ki választ? Aha, ja, hogy itt van? Oké. Okay. Nem szóltam. El is tudjuk adni, hallod? Ugyanagy ér. Na, mi ez? Ez mi? Ez nem tudom, mi ez, hallod? És ez mi? Köl hozzá tattor, vagy mi az? Nincs tattoruk, mi? Aha, használhatok hozzá traktort. Aha. Jó, kell hozzá storage? Storage type. Aha, ez mi? Érdekes, hogy vannak olyanok, amit nem használhatsz járművet. Fú, ez tök érdekes. És az plusz költségbe kerül. Ez mi ez? Weed. Hogy mennyire sok weed van? Aha, strawberry. Hát ez nem tudom, mi ez a regrass. Ez valami fűi, nem? Figyelj, nézzük olyat, amelyik potátót. Ütessünk krumplit, more. De várja, oda kell speciál, izé. What? Apple. Valami egyszerűt az először, tomátó, narancs, hallott, korn, kukoricát kell ültetni, azt le van szarva, jó? Nem, az megint kell valami. Figyelj, olyat kell választani, ami nem kell sok minden. Aszparaguszt. Azt kell nekem, aszparagusz. Jó, és akkor? Oké. Okay. Ja, hogy igen? Várjál, álljál meg. Aha.
És ezeket. Aha, ja, előre ki tudom választani, hogy plowing. Manual work, mechanika, aha. Kultivátor. Ja, itt van, hogy hogy fogják csinálni, ugye? Hogy ezt be tudom állítani, hogy esetleg szántsanak, kultiváljanak, vagy pedig... Ez izé, mi az, hogy 20 napon keresztül? 60 napig, igen, harvesting, oké. Okay. Beállítsam azt, hogy ez szántsanak? Manuál. Aha, csak masinával tudom is járni, nincsen masinám, úgyhogy ez nem kell. Ezt kultivátig, ezt is csak masinával tudom. Nem kell akkor masinál, akkor így bele, a földbe bele dugdoljátok a dolgokat. Oké. Okay. Jó, megtörtént az esemény, ugye? Aha, és akkor igazából annyi, hogy most meg kell nyomnom, hogy plant, és akkor jó, ugye? Ezt. Asparagus. Nem tudom mi az. És akkor ilyenkor... Történnek a dolgok? Munkásaim azok mit csinálják? Pihengetnek? Vagy mi van? Jó, várj, áll az idő. Aha. Indítsuk el. Elindítottam az időt, nem történik semmi. Kivennétek esetleg dolgozni, vagy valami csoda? Nem így volt. Nem tudom, én nem dolgoznak ezek az gyerekek semmit se. Fönkörülött volna szántani, vagy micsoda? Ne! Ott kapál a csávó, hallod? Azt a bőtjár, jár a keze, mind a izé. Motorra. Szerencsétlen egyedül dolgozni, de ketten vannak, kura másik, hallod? Lozsál, vagy mit csináltál? Az kemény, hallod? Amire azt fölkapálja azt a, nem tudom, 28 hektárat, arra leszakad a keze. Jó, nem 28, hanem 5 vagy mennyi, ugye? Jó, jó, oké. Igen, be tudok pörgetni az időbe. Aha. Aha. Hogyha pörgetem az időt, akkor automatikusan megáll például az... Aha. És azt csinálja, hogy most mit csinál, ugye? Hogy előkészíti a magoknak. Az aszparagus maguknak előkészítik a területet. Hát kézzel megkapálja csávó. Mondjuk lehet traktort kellett volna venni. 21. században sem nem esrádon, ezt nyomják itt az ipart. Kézzel. Jó, ennyi a zoom, egyébként de kár, hogy nem lett jobb. De lehet. Ennyire lehet bezoomolni, csávok. Hallod, már kim van két apja, nem fog meghalni, esetleg vizet nem kéne vinni neki. De egyébként ez mi? Ez mi ez? Remélem, hogy nem futunk ki az időből. Nyomjad neki, tesó, mert nagyon le vagy ezt maradva. Jó, hát egy kicsit belepörgetek, azt meglássuk, hogy mi van. Öcsém! 33 nap, hát igen, ott van, hogy mennyi napod van elültetni szerintem, úgyhogy lehet, hogy egy traktorra vártad volna itt a kezdetekbe, de az egy keményen tolja, hallod? A keze leszakar, az biztos, öcsém. Még otthon az ágyban is, hogy ez egy kapálási műveletet fogja csinálni. Te amire megkapálod, arra bejön a tél, tesó. Na, várjál! Oké, oda nézzél, mit csinál? Most elvileg írni kell, hogy seeding, aha, seedingeli. Azt a tök jó meg van csinálva. Nem tudom, mit vetünk, de aszparagusz, ez nem tudom egyébként mi a rák. Tök jó. És írja, hogy még 20 napod van elvetni, valószínűleg az, ugye? Jó. De miért csak egy ember dolgozik? Azt megkérdezhetném, hogy hol a másik, valahol. Héderezik? Oppa. Itt a itt a területem, tesó, hallod? Szomszédok területét itt bekebeleztem, vagy mi a szituáció? Az jó. Oké. Okay. Ez konkrétan egy stratégiajáték. Mert kíváncsi vagyok gépek szempontjából, hogy lehet vásárolni, meg minden. Figyelj, belepörgetek az időbe, mert ez egy év, amire elveti, hallod? Lassabban veti be az, amit kapálta meg. Ez ugyanaz a csávó. Hatalmas pénzt lekaszírozzuk. Mi volt ez? Ha, eltelt egy hónap, mi? Februárban. Ja nem, ez meddig tart egyébként az elvetés, az összes, ez hogy meddig fog tartani. Oké, okay. Megvagyunk, ugye?
Growing, és akkor nő. Nő ez a valami, ami azt se tudjuk, hogy mi az. Igen. Select your field. DBJ-t, hogy mennyire sérül? Ez mi ez? Ja, úgy van, hogy a pH értéke nem a legjobb. 6,5 és 7 között különledni. Álljál meg, várjál! Pörög az idő, há! Várjál, nem jó itt a dolog. Álljunk meg egy pillanatra, ha gondolkodjunk. Mikor kezd el izolni? Ez mi? Ja, itt a növekedési idő. Oké. Okay. Aha. Jó, hát ez így jártunk. Várjál, ez mi? Open field. Ez mi legyen? Nem is rádó egy. Ha nem is rádó egy, ott ezt nyomjuk. Na! Jó, hát ezt csinál, figyeljetek. Szerintem pörgetem az időt. Ezt meglássuk, hogy mi van. Mennyi ideig fog növekedni? Ezt honnan tudom? Ez a növekedési stádium, vagy mi? Aha, növekedés, igen. Az van, growing. Jó, és akkor ezt elvileg kézzel fogom tudni leszűretőnyi, ugye? Hú, ez mi ez? Gyomos vagy mi? Álljál meg! Tesó, várjál! Itt valami nem stimmel, bazze. Nitrogén, jó. Ez a planting progress az megvan, ugye? És most ez a growing van. És akkor ez jön utána. Ugye ez volt a seeding. Ez a... Biztos igaza van. Jó. Itt van a growing, ugye? 38 per 60. Nagyszerű. Nem tudom, mit kell nézni, valamit magyaráz itt nekem. Hogy a déli crop damage-t nézzem meg. Hogy a napi terménynek a damage-ét. De mit damage-ét? Hol van itt a damage-e? 3 nap munkáson van? Hogyan került? Megszült vagy mi a franc van? Osztódnak ezek, ez mi? Itt van az időjárás, azt a betyár, van itt minden. Tárnáim nincsenek, jó, milyen állatok lehetnek? Birka, tehén, tik. Jó. Oké, okay. Animal. Jó, belepörgetek az időben, valami legyen. Aha, ott. Oké, okay. Megtörtént az esemény, ilyenkor megáll az idő, ugye? De várja, mert a következő, vagy nem tudom, az hogy lehet. Jó, hát oké, mit csináljuk veled? Látom egyébként, hogy mi a probléma, de hát mit csinálnék vele? Gondolom meg kéne őt rágyázni, vagy valami. Aha, starting harvest. De mi az, elkezdte magától? Az igen. Jó. De az a baj, nem ugrik tovább. Ja ne, harvestél. Jó. Oké, harvestál. És a szeri kézzel bazzá. Csáho, nem tudom kijelölni, hogy mit történik. Menjen. Itt a harvesterési időszak. Jó. Apám. Fűjjel kirúghatnád, vagy valamit csinálhatnál, nem csak azt szönnéd ki. Ez valami, nem tudom, mi lehet ez. Egyébként mi ez? Hagyma, vagy mi a fele? Rákereshetnék közben, vagy valami, nem? Mi a neve ennek? Vagy mi ez, gyerekek? Mert már vadul meg a keeper. Aszparagusz. Ja, ezt tudom mi? Spárga, bazza. Spárga? Most már látom ilyen nagyobb képen. Itt meg már fák nőnek, hallod? Már akkora izé van, akkora dzsumboly van. Fölötte az akácos a főcél itt. Csávónak jár a lábába, oda nézzél, figyelj. Éjjel-nappal dolgozik, de miért csak egy? Vagy ez igazából, hogyha mennék fel még munkát, gyorsabban történne? Annyi lesz a különbség? Ez hogy működik, gyerekek? 2025 van. Terék. Csávó. Az összeset magánál tartja? Ez kemény. Jó nagy izéje van táskája. Betömelíti. Oké. Okay. Megtörtént az első harvestem, gyerekek, és menjünk a marketplace-re, és adjuk el.
Jó, oké, got it. Oké, akkor megállott az idő egyébként. És hol van itt Marketplace? Ne haragudjál meg. Marketplace screen. Az valahol. Itt alul, vagy... Aha, gondolkodtam volna. Van, bazze, 5,3 tonna ilyen izeg. Aha, és akkor el tudom adni. Mennyit tudom eladni? 1 kilót el tudok adni. És nem lehet olyan, hogy all, vagy valami csoda. 77 000 pénz, jó. Oké, gyerekek. Nagyon jó. Már kerestünk is lóvét, menjünk van? 4.993.000. Hát nem annyira vagyunk. De viszont a terület az ugye miénk. És ilyenkor mit ír el? Lehet, hogy meg kéne gagyézni, vagy valami. Aha. Aha. Contact work. Az valami izé? Valami bérmunka? Ez hol van? Build, marketplace, field, contacts. Aha. Van ilyen bérmunka. Ho! Flora Garden-jében lehetne dolgozni. 19 000-et van érte. 600 napon keresztül, vagy mi ez? Heimat köllene. Aha, tök jó, és ezt elvállalja, vajon? Várja, mindjárt megnézzük. Bocsánat a köhögésed, tényleg. Jó. Hát figyelj, elvállalhatunk egy ilyet, ha azt mondja a tutoriál. Melyiket vállalja? Elvesz ezt a flórának a izé. Hajmaütetését. Oké, és akkor ilyenkor mi van? Ja, hogy annyi, hogy ő neki kell termelni akkor? Ennyi? Aha. 1000 kiló, ja, igazán, nem bérmunka, hanem igazából megrendelés. 1000 kiló, ide köllene neki, hajma. Oké, 1000 kiló hajma kell. Hát akkor nagyon jó. Vegyük egy small traktort. Seedbed preparator, öcsém. Meg egy vegetable planter. És egy root harvester. Na jó, oké, akkor kölvenni, várjál. Menjünk a farm nézetbe, nyissuk meg a build menüt. Építsük egy parking space-t, gondolom ilyen shelter-t. Menjünk egy járművet. Oké, és implementáljuk a parking space-re. Várjál, hol van ez? Itt van a lakásunk. Ott a ketszó, és akkor itt build menü. Ó, jó, lehet utakat is, tök jó. Várja, mi van itt? Storage-ek, parking space, itt van. Implementek, roadok. Érdekes, hogy ez... Ja, így meg minden egyben van, ha? Animaleket itt is lehet venni. Ó, jó, oké, várja, akkor parking space kellene. SS. 7000, ez. 25-7, mekkora ez az? Ez az XL-es, akkor mekkora ez SS? Azt, hát ez nem túl nagy. Várj, valami értelmesen kellene ezt kivitelezni. Hogy tudom forgatni? Állj le! Hogy kell ezt forgatni, hallod? Hogy kell forgatni? Hogy kell forgatni? Most komolyan, hogy kell forgatni? Hogy tudom ezt forgatni, tesó? Nem tudom, hogy tudom forgatni. R mint rotation. Hát ne legyél hülye képer. Várj, ide rakom. Gyors reagálású erők itt lesznek egyből. Az. És akkor mi? Az mi? Várja, ja, lehet, hogy időt kell pörgetni. Ó, megépítették, figyeld. Hopp, álljunk meg egy szóra. És akkor most meg kellene venni a traktort. Ennyi az összes jármű, azt nem mondjátok, ennyi az összes jármű, mert akkor csalódott leszek. Ha ennyi az összes jármű, akkor csalódott vagyok. Van egy small traktor, medium traktor, large traktor, meg egy combine, meg... heavy traktor... Nem mondjátok, hogy ennyi, mert akkor megőrülök. Hát ez aztán tényleg small, ez egy ilyen, mint egy elektronyos valami csoda. Arra meg tudsz indulni, testvérem. Úgy. Oké. Okay. Seedbed preparator kell levenni, az implementek még gondolom. Seedbed preparator? Seedbed preparator, az konkrétan ilyen, mint a kultivátor, vagy kontaktor, vagy nem tudom mi ez. És ezt hova tegyem, ide tegyem? Jó, persze. Vegetable planter, azt kellene. Aha, ezt ide már nem fér mi. Hát akkor ezt jól átcsesztem. Parking space-t ide dobunk még mellé egy SS-et. Jó? Keeper kitalálja ide. Hoppa. Szerintem jó az az SS. Már időről belepörgetek, csak okosba. Úgyni. Hoppa. Na akkor külön vegetable planter, vagy
izé, tudjátok az. Plotter. Egyébként tök mindegy, hogy forgatom szerintem. A... Egy root harvester. A root az meg mi az? Az gyökér harvester, ugye? Az mi a rak? Jó van, oké. Okay. Hülyéskedek ám csak. Ez meg nem fér rá, hallod? Ó, te fiú, hát ez korácsosztak vele a keeper. Hát ez nagy lósztja valami csoda. Jó, hát akkor csináltuk még egy ilyet. Egy ambushet. Terre verem az összes pénz. Itt lesznek végig a gépek, jó? Ezeket egyébként lehet türülni, aztán akkor úgy csinálni. Remélem. Na, ide lesz a... Ide lesz a... Root harvester. Potato harvester. Root harvester. Ja, várjál. Időt belepöpörgetni. Úgy. Egy ilyet a root harvester. Hát igen, tudtam volna, akkor nagyobb becsek. Jó, és akkor megvan. Mit kell csinálni? Storage-eket kell. Siló. Ventilated warehouses. Meg izé, meg valami hűtött warehouses. Jó, hát oké. Okay. Akkor ventilated warehouses SS. Szerintem egy, várj, legyen egy siló. Figyelj, egyelőre kicsiben dolgozunk, mert elverjük az összes pénzt, akkor meg nézegethetünk. Ez ventilátor, azt a bőtjár, hát ez ilyen nagy, ez kemény. Oké, és akkor ez fogyasztott, vagy mi ez? Warehouse ez. Ahogy, és akkor belepörgetünk elvileg, mint megépül, ugye? Az tök jó. És akkor ezek is megvannak, ugye? Na! ezért kell vennem most meg fertilizer, vagy mi az? Szóval... Anti-weed sprayer, ez az, nem? Fertilizer tél, de nem az. Kellene egy... De ez van csak. De nincs olyan, hogy fertilizer... Ja, itt van. Aha, jó van, oké. Gyerekek, itt aztán elköltetik az összes pénzünket, hallod? Inkább vettük volna, kivettük volna Balibura. Balibura. Jobban jártunk volna. Jó. Mi kell? Use. Azt mondja, hogy használjam. Oké. Akkor ide mehetek ki elvileg, és akkor kell használnom a műtrágya szórót a területemen. Gyerekek, ennek komoly dolgok vannak. Várj, ne plenteljünk. Ha nem ezt hogy kell akkor használni? Oké. Select your field. Be kell állítanom, hogy mennyi legyen, vagy hogy van? Plant. Csak plant van. Aha, itt van. Nagyon jó. És akkor elindítom az időt, akkor elvileg meg is csinálja? Traktor fogja csinálni? Vagy valami lesz? Mert a következő nap. Oda nézzé, hallod? Álljál meg, Sanyi, hát ne ilyen brutál sebességgel, nem látom. Na, szórja szépen a izét. Műtrágyát. Kis traktor. Szépen dülöngél a földön. Egy kicsit szűknek találom ezt a traktort. Ez fölül bazze. Föl se tudod állítani. Milyen vékony az a traktor, ez komoly? Csárekek, mik vannak, én te megbolondulok. Jó. Jó, tessék, megtörtént az esemény. Meg is van? Mit kell csinálni? Aha. Ha, bazza, íze öntöz, nem is kell. Hát megőrülök tényleg. Figyelj, azt írja, pontosan az eső. Menjünk ilyen izét, ilyen csővezetéket. Egy nőm is rádó. Hát ez megőrülök egyébként, hogy... Ilyen koordináta szerint ez így megvan. Ez viszont, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy pozitívum nekem. Ez nekem retteltesen nagy pozitívum. Itt van, hogy hány napig tudom ezt megcsinálni, ugye? Gyakorlatilag egy éven van rá. Építsünk valamit. Build. És akkor kell ilyen vezetéket. Volt valahol ilyen vezeték. Ez öntöző valami. És akkor ezt várja. Hogy akkor már akkurátusan úgy rakjuk le, azaz. És akkor elvileg ezt meg kell csinálnom. Jó.
Mindjárt meglássuk. Mindjárt meglássuk, hogy ez hogy van, mert a keeper most nagyon rá van itt a függve dolgokra. Mit kell csinálnom? Aha, itt van. És ez hogy fog lezajlani? Erre most megírót kíváncsi vagyok. Aha, ott te csinálja, figyeld. És öntöz, jól van, öntöz. Elvileg, ja, itt van a vídesedés, füvesedés. Azt nem értem, hogy mi ez. Ja, meg ugye a ízét is lehetne, műtrágyázást is. Hát ez jó. Na, egy kicsit attól félek, hogy nagyon kevés lesz a gép. Jó, viszont ilyen stratégiának nem kevés, de az embernek azért igénye lenne arra, hogy mondjuk több gép lenne, nem? Hogy vagy nem csak, mit tudom én, egyfajta kombány, nem csak egyfajta nagy traktor, kis traktor és közepes. Viszont maga ez, hogy itt izé, hogy nemes rád, öcsém, ez engem ez nagyon legyűgözött. Ez brutális. Gyerekek, ez eszméletlen. Na jó, a gyerekek, szerintem elbúcsúzom, remélem lehet menteni. És akkor írjátok, meg akartok ebből még részt, nézzük meg esetleg. Vagy mondj, tudjátok mit? Mondjatok! Település nevet. Mondjatok település nevet, és esetleg megnézzük, hogy az milyen lesz, hogy tényleg ott is jól fogja működni, le fogjátok írni esetleg. Akinek a település nevére legtöbb like érkezik a kommenteknél, tudjátok, lájkoljátok egymás kommentjét, annak a települését fogjuk megnézni a következő részbe. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!